Mi a? De most miért? Hol vagyok? Jó, tehát van egy matracom, naptejem, vizem és a napszemüvegem legalább, meg egy cetli. Találj haza, old meg. Aha, jó, már mondjuk tanulva a hibámból szerintem ezzel kéne kezdeni az egészet, aztán kideríteni mondjuk, hogy hol is vagyunk. Jaj, ne. Aj, ne. Everglades, az hát tudnélik a aligátorok földje. Civilizációnak semmi nyoma. Nem tudom, melyik irányba induljak. Legyen az. Is there any alligator in the water? We checked the ride and there were some alligators. Oh. So this is safe for swimming? No? I would say no. Oh, that's a problem. Ha célokat kéne kitűzni a mai videóra, akkor talán az első és legfontosabb az lenne, hogy túléljük, hogy ne feltétlen szkanderozzunk aligátorokkal, viszont egyúttal fel szeretném fedezni őket, szóval kicsit így a tűzzel játszva és a határokat feszegetve, hát csak-csak meg akarunk nézni egyet-kettőt, akár úszni velük, de az már lehet kicsit túlzás, úgyhogy megnézzük, hogy hol lehetnek. Szerintem tilosba járunk. Szerintem nem ez az út, amit mi keresünk. Folytassuk. Ezen a vidéken megvan rá az esély, hogy szeminol indiánokkal is találkozhatunk. Ők Dél-Florida őslakói, és hát látván egy kék matracot, hátizsákot és szemüveget viselő fiatalembert veszélyeztetve is érezhetik magukat, úgyhogy nagyon óvatosan kell felfedezzük a terepet. Tehát ne etesd az állatot, az a baj, hogy én vagyok az az étel, úgyhogy semmiképp nem akarom. Az biztos, hogy egy ilyen kaland során az első és legfontosabb lecke, hogy tiszteld a természetet. Tisztelném én, de mivel édesvízi mocsáról van szó, a szúnyog rongyásznak, és nagyon nem tudom őket tisztelni, illetve folyamatosan ijeszgetnek ezek a gekkók, ezek a gyíkok, két lábon szaladgálnak, és akkorák, mint az alkarom. Ott, az nem jó. Az nagyon nem jó. Gondolkozunk. Mit láttunk annó a tévébe? Törd a fejed, Benedek, gondolkozz! Netán először élelmet lenne érdemes keresni? Ez nem fontos. Mondjuk igazából a mobilom nálam maradt, szóval hívhatnék bármikor segítséget, de az túl könnyű lenne. Gondolkozz, emlékezz vissza, járjon az agyad. Várjunk csak. Nem. Vagy mégis. Gyerünk, Benikém, pattanj fel, kövesd az utat, még ha járatlan is. És az őszintét megvalva azért lett utánam dobva az a matrac, hogy majd itt bemegyünk, és hogy az milyen jó pofa, hogy úszunk, kicsit vad, meg kicsit extrém. De látva ezeket a nagy állatokat, úgy döntöttük, hogy érdeklődés hiánya miatt elnapoljuk, és hát majd találunk rá valami másik alkalmat. Úgyhogy, mint azt mondtam, tiszteld a természetet, ne játsz vele, ne szórakozz vele. Szóval, mint ahogy ezen az utazáson, egyik kalandunk se fizetős szolgáltatásból lett nagyon maradandó, gondolok itt a hídról leugrásra, a drón elhagyás, az mondjuk elég mínuszos, vagy szimplán a belógás is. Úgy döntöttünk, hogy ma is egy olyan élményben szeretnénk részt venni, amelyért nem fogunk pénzt kiadni. De piranyák vannak, ember. Pirányák, krokodil nincs is, de... Krokodilok, de át kell jutnunk valahogy a túloldalra. Ott van az autópálya, és onnan tudunk csak hazamenni. És onnan is toppolnunk kell, mert hogy kiragadt minket a csongi, úgyhogy... Hát most esik az eső, úgyhogy ezt kicsit napoljuk. Oké, megvan a fedezék. Mindig legyetek kreatívok, és találjátok fel magatokat. De vágod, amúgy jól esik az eső, úgyhogy nem kell feltalálni magunkat. 30 fok van, nem kell. Hú, kicsit elfajultak a kedélyek. Üldöznek az aligátorok. Hát még itt is rossz.
Szerintünk most ez egy égi el volt ez az eső, hogy hiába a spontanitás a jelszavunk és szeretjük az extrém dolgokat, azért észszerű keretek között, és a jó Isten most inkább azt mondta, hogy srácok, nyugodjatok le. Kicsit mondjuk bánkódunk, mert eddig csodaszép, meseszép időnk volt, mint azt láthatjátok, és hát ma is terveztünk még itt fotózni, illetve videózni az Everglades Nemzeti Parkban, ami amúgy Amerikának a második legnagyobb nemzeti parkja, tehát ez tök érdekes, és tényleg olyan élővilág van, annyi fajta állat van, illetve növényzet is, de hát egyre inkább esik, és ez nem is nagyon akar elállni. Nos, azért szomorkodni és panaszkodni továbbra sincs okunk, hiszen nagyjából körbejártuk a helyet, nagyjából tudtunk felvételeket is csinálni, ettől független azért maradt bennünk fotózhatnék, videózhatnék, és még sok mindent lencse végre akartunk kapni. Inspirálódtunk tegnap este például a National Geographic-nak a műsoraiból, amit amúgy meleg szívvel ajánlok nektek, ahogyan azt is, hogy fedezzetek fel, járjátok a járatlan utakat, és élvezzétek az ilyen spontán dolgokat, a spontán kalandokat, ami nekünk a következő az lesz, hogy hogy fogunk hazajutni, tehát hogy itt vagyunk már vagy két órája, és egyszerűen stoppolnunk kell, de nem fogják felvenni a vizes embereket, úgyhogy ez még egy nagyon-nagyon jó kérdés lesz, de meg kell oldani. De most kicsit csillapodott az eső, már másfél órája ülünk ott, és hát most már meguntuk, tehát hogy haladnunk kell, mert lemegy a nap, illetve még azért tervezünk programozni a mai nap, úgyhogy kijövünk az autópályára, kirakjuk ezt a kis kezünket, és bízunk a legjobba. Mire számítottál? Amúgy azt hittem az első vágott bejön, de nem. Amúgy az lehet a probléma, hogy azt hiszik, hogy csuromvizesek vagyunk abból kiindulva, hogy mekkora esők voltak, de nem. Hát nem vagyunk. Na végül is az előbb ebbe akartam beleküldeni a Benit gumimatraszon úszni, de most láttunk benne egy elég nagy méretű krokodilt, úgyhogy lehet jól tettük, hogy ezt még későbbre adjuk. Ott, nézd, most jött fel. De jó, neked van bicikli. Bár lenne most egy biciklim. Nagy csalódás ez a mai, én eddig az amerikaiak vendégszeretetét élveztem, és tényleg mindig válaszolok, mikor megkérdezik, hogy hogy vagyok, meg hogy mi újság. És ezt viszonoztam is feléjük, de az, hogy már itt állunk másfél órá, és nem vesznek fel, na majd ő lesz a mi emberünk. Ja. Amúgy ő nagyon. Ő jó! Nem ő volt a mi emberünk. Amúgy egy kamiont nagyon adnék. Megnéznék egy igazi csőrös kamion belülről. Oh, jó! Yeah! Gyere! Na ugye mivel egy autópályán vagyunk, már annak is hálásak leszünk, hogyha egy bizonyos szakaszig elvisz minket. Nagyjából egy ilyen 5 mérföld után kéne nekünk balos nyomni, szóval hogyha azon is tovább akar menni és nem megy rá arra a strádára, akkor ott nyilván kiszállunk. Aztán onnan, hát nem tudom, még buszozni is kéne, valahogy hazajutunk. Na, hát a főnök úr egész sokáig elhozott minket itt a stráda mellett, bedobott egy parkolóba, amely folytatja az útját tovább az autópályán, és itt rengeteg üzlet van, most megnéztük, itt van egy Dollar Tree is, tudjátok, ez a bolt, ahol minden egyes termék egy dollárba kerül, és hát mielőtt hazamegyünk, beugrunk, megnézzük, mert amúgy nagyon-nagyon érdekes, átadálunk valami olyat, ami amúgy hasznos is lehet számunkra. Gumicukrok egy dollárért, hölgyeim és uraim. Ez a szorpecs, amit mondtam, nagyon aljas, egy dodó, meg amúgy egész korrekt kis méretek vannak, azt nézem. Nos, a járatlan utaknak megvan a hátránya is, ilyen például az, hogy azért megfárad a csapat, és próbálja a legegyszerűbb megoldást keresni már a nap végére, ami tudjuk, hogy mi lenne egyértelműen, de az nem egy járatlan út azt lenne. Azt, mondjuk találunk egy mókust, akit megetetünk. Keresünk egy mókust. Tessék! Szia! Egészségedre! Benedek a mókus idomát. Nem is ez, nem is hol vagyunk! Nem is arra, erre! Na, kitalált haza? Nem volt egyszerű. Mit csináltatok, merre voltatok? Hát, megevettek. Megettek az aligátorok, stoppoltunk. Mikor nem szóltatok, hogy menjek érdedek? Gondolkoztunk rajta, de mi nem ezt az utat választottuk.
Csak a kérdésére ismét választ fogunk adni. Az eszközparkunkra voltatok kíváncsiak, amit itt a napi vlog sorozatunkban csinálunk. Az ibetűre kattintva meg tudjátok nézni az eddigi részeket. És hát már kicsit kisebb, megfogyatkozott az eszközparkunk, mint mikor kijöttünk. Három drónunk volt, volt egy Mavic 2 Pro, ez már nincs. Itt van egy Mavic Air 2, illetve a DJI-nek az FPV drónja. Ezt még kevesebbet használtuk, viszont a holnapi videóhoz nagyon-nagyon hasznos lesz, és nagyon király lesz, úgyhogy érdemes nézni, iratkozzál fel, hogyha még nem vagy. Na de, milyen kamerákkal dolgozunk? Van egy gimbalunk, amin van egy A7S3-unk, egészen pontosan kettő, mert ez testvér, ugyanaz a kettő kamera. Nagylátó obinkra használunk egy 12-24-est, illetve az egy 17-28-as Tamron. Fotózásra van egy 50 millisünk, ami 1.8-as, tehát ez éjszakai fényekben is tök jól szuperál, illetve van egy másik Tamronunk, ez 28-75-ös. Két Tamron, az 2.8-as, illetve van valahol, szerintem a kocsiban egy 70-200-asunk is, az jó lett volna a mai napra, de hát nem jött velünk, mindegy. Tarcsiban van egy Sony A6003-asunk, őt szerintem már egyszer használtuk, és hát akciókamerára van egy GoPro 7, egy GoPro 10, és még lent van szintén a kocsiban egy 360-as GoPro-nk. Igazából próbáltunk lefedni mindent, és nem sok mindent hozni, de mégis sok lett, úgyhogy... És egyen kevesebb. Benni, nem hiszem el, hogy szét kellett törned az SD-t. Én értem, hogy sajnálod a drónodat, de az én munkámat szabotálod ezzel. Azon az SD kártyám van. Hát elvileg, hogyha már ideig eljutottatok, akkor sikerült ez a művelet. Most még ezen izgulunk, mert nagyon-nagyon szomorú és csalódott lennék, hogyha az egész napi munka kuka lenne, úgyhogy... Ragasszod meg felé, de gyorsan, okosan? Jaj. Na csak. Úgyhogy izgalmas, meg fárasztó nap volt, így a végén ez már csak hab a tortán. A holnapi videó viszont nagyon-nagyon sokatoknak hát választ fog adni a kérdésére, mert mióta itt vagyunk, talán ezzel kapcsolatban jött a legtöbb kérés, hogy erről csináljunk videót, úgyhogy legyen ennyi ízelítőnek, és hát találkozunk holnap. Köszi szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobj egy lájkot és iratkozz, hogyha még nem vagy.